Üdvözlök mindenkit, Necrotim vagyok, jöjjön egy kis Warframe, jöjjön Uber damage-ek, melyek teljesen haszna vehetetlenek. Mire gondolunk itt? Hogyan állítsunk elő minél nagyobb damage-et, hogy dicsekedjünk a haverjainknak, de valójában sosem merjük használni a live action közben, mert 100% hogy nem úgy működik, mint ahogy a szimulakrumban. Na most ennek a videónak komplette semmi értelme, csak hogy dicsekedjek nektek, hogy milyen nagy számokat lehet kiírni a képernyőre. Csak hogy tudjátok, hogy ilyen is létezik a Warframe-ben, és tök jó lenne, hogyha valamilyen szempontból bele lehetne implementálni ezt a valódi gameplaybe, de valójában nem lehet. Na most, egy pár Warframe-et szeretnék mutatni. Est, Embert, Valkürt, Excaliburt, hogy ilyen franciáson mondjam, szóval Excaliburt is szeretném nektek megmutatni, olyan koncepcióban, ami igazából móka, és tök sok potenciál lenne benne, ha úgy működne, ahogy elő van írva abba a bizonyos szimulakrum nagykönyvben, mert ott nagyon szépen meg vannak írva dolgok, de alapvetően potenciálban tök jók, csak valahogy mégsem akarnak úgy működni. Na most, nem is vágom bele, jöjjön egy nagyon hasznos Uber Damage videó, az is az első karakter, amit beszeretnék mutatni, az Ash lenne. Az Ashnek kelleni fog az első képességére való augment mod, nem minden esetben, de egyes esetekben a Sinking Shuriken armort vesz le. Na most, ez azért hasznos, mert hogyha ki akarjuk osztani ezt az Uber damage-et, jó, ha az enemynek nincs armorja, már ha olyan enemy ellen mész, aminek van armorja természetesen. Szóval értelemszerűen az Infested, illetve a Corpus jöhet Sinking Shuriken nélkül is. És a következő dolog, amit meg szeretném mutatunk nektek, az a Jet Kitag nevű kis kalapás. Tudjátok, az, amiről mindenki játszik minden nap, olyan népszerű, hogy egyszer legyártottad, és utána azt se tudod már, hogy mi a neve. Tehát a Jet Kitag, ami amúgy egy egész jó kis kalapás. Na most ennek a Jet Kitagnek van egy olyan augment modja, aminek az a neve, nem augment mod, bocsánat, szóval van egy olyan modja, aminek az a neve, hogy Vulcan Blitz, ezt a Sarinnak a bossza dobja, ne kérjétek, hogy kiejtsem a nevét, jó, a Kayla, jó, a Sarin bossza dobja. Na most, ez a kusztustalan kis Vulcan Blitz az Ash Fatal teleportjával. Yep, igen. Nos, ja, hát nem rossz, igaz? Szóval azt kell mondjam, hogy várjunk, lassítsuk le. Ja, igen, pontosan. Na most, azt kell mondjam, hogy ugye, tök jó, azt a kurva, hát ezt ki kell próbáljam. Na vicceljél ma. Ja. Csak az a baj, hogy ez így nem túl frankon működik. A szimulakrumban elképesztően jól működik, mert az enemik szépen egy helyen vannak, és az igazság az, hogy nem túl nagy a range, ha nagy range-en dolgozna ez a cucc, akkor tök jó lenne. Ja, és közben el kell mondjam, sajnos srácok, RIP Wukong már nem működik, a Sanctuary oszloton nerfölték, ez fuck. Teljes mértékben lenörfölték a francba. Nos, ezzel búcsúzom tőle. Szóval, ja, úgyhogy gyorsan, miután megtapasztalt, hogy azt a kurva, ez mennyire jó, de el is mész és kipróbálod, aztán rájössz, hogy hát ez kurvára nem működik. Talán akkor működne, ha mindig beadná a finisher damage-et, és talán akkor működne, hogyha ilyen level 100 fölött járnál már, és tényleg annyi enemy van körülötted, hogy már nem tudsz velük mit kezdeni, és talán egyszer a büdös életben, hogyha beadja. Na de, minden esetben jól esett megmutatni nektek a szimulakrumban. Nos, ugyanez a módszer az Excaliburral, egy picikét
jobban működik, mivel hogy ugye nem kell teleportálgatni sehova, hogy finisherre nyisd meg a zenemit, elég csak vakítani, és talán ez így úgy ahogy megoldhatod, hogy magad köré gyűjts több enemit, esetleg beugor közéjük, és elsüsd ezt a poént, már hogyha a játék természetesen engedélyezni fogja. Szóval, hát nem tudom, talán egyszer, hogyha lesz türelmem elmenni nagyon hosszú Survivorig, hogy ezt igazán megtapasztaljam, viszont egy probléma adódik Excalibur esetében, nincs ami levigye az armort az enemének, és amint egy armoros enemivel akarod ezt kipróbálni, halott ügy. Korpusznál infestednél működhet, csak egy probléma van. Lássuk csak, az infested az feléd mozog, de te egy idő után elmozogni akarsz tőlük, mert mindenféle toxikus damage-től, mágneses damage-től minden szarral megtalálnak és elfektetnek, szóval utána már nem a közelükbe akarsz lenni, hanem a távolukba. A korpusznál meg hát vannak olyan ellenek, mint a Corpus Tech, és hát lol, szóval ő a Corpus Tech-el nem érdemes kötekedni, hogy őszinte legyek, szóval egy idő után a korpusznál az úgy néz ki, hogy próbálsz menekülni mindenhova, de vagy marad etronos, vagy Corpus Tech-ekbe futsz mindenhol, akik egy sotolnak, mint a szart. Szóval, de tudjuk, hogy van, és tök jól működik. A következő karakter az a Valkyr lesz, és majd az ember, a kettő között lesz némi összefüggés. Na most ez a damage fajta, féleség, érdekesség valamivel működőképes képesebb a Valkyr esetében. Nos, lássuk, mire van szükséged, kell egy Valkyr elsősorban. Kell egy úgynevezett augment mod, aminek az a neve, hogy Prolonged Paralysis. Ami azt csinálja, hogy a Valkyr 3-as képességét, hogyha aktiválod, a távolabb lévő enemiket fogja és maga felé húzza. Izgalmasnak hangzik, igaz? Amúgy egy egész jó augment mod, kell hozzá egy Obex, vagy Prisma Obex nevű kis kardoska, és egy úgynevezett augment mod, ami az Obexhez jön, ami az Entropy Detonation... névre hallgat. Na most ez azt csinálja, hogyha az enemi a földön van, és te ráugrasz, és elkezded pofozgatni, akkor felrobbantja az enemiket, meg leveszi 20%-ig a HP-kat, valami ilyen hülyeség, nem érdekel. A lényeg az, hogy elég móka, mivel hogy a Valkyr 3-as képességétől az augment moddal benne az enemik elesnek, ezért a Valkyr ebben az esetben az enemi a földön van, a Valkyr ráugrik és elkezdi pofozni. Nem csak a Valkyr bármelyik Warframe megtenné, hogyha az enemi elesik a földre, akkor ráugrik és elkezdi megpofozni, ezért az Obexben lévő augment mod be tud kapcsolni. In a theory, elméletben. Na most... egy fokkal működőképesebb a dolog, hogy őszinte legyek, és azt tapasztaltam, hogy ilyen level 115-ös enemikig működik, azután már nem működik, mivel az enemynek meg kéne halnia ahhoz, hogy az augment mod az Obexben bekapcsoljon, de és az enemy level 115 fölött nem nőn akar meghalni, legalábbis az ellenállóbb enemik nem akarnak meghalni, és ha már level 100-nál jársz, akkor mindenképp az ellenállóbb enemiket akarod elsőnek kivégezni, úgyhogy hát ja, némi problémákba kezdődik között, de level 115 az már egy egészen pofás dolog, és talán, de hogy ki az Istenek van türelme elmenni level 115-ig, hogyha úgy alakul, hogy a csapattal, például egy infested, akár korp, mégis bármelyik ellen működhet, akinek nincs armorja, de inkább élete van, ugye, ha van egy jó csapat, esetleg el tudsz vele addig jutni, hogy elmond nekem is, hogy mennyire működőképes ez a dolog, és miközben nyomakodod a 3-as képességet, hányszor fektet meg az enemi, mert hogy vagy hátba lőnek, vagy belehalsz egy aféle gázmérgezésbe. Szóval ez lett volna egy Valkyr. Egy érdekes kombináció, az érdemes vele szórakozni, szóval eleve a 3-as augment mondja egy olyan augment mod, amivel érdemes amúgy szórakozni. Tényleg az, hogy maga felé húz az enemiket, és egy nagy range-en dolgozni, egy egész móka tud lenni. A következő karakter az ember, ugyanez a módszer, de az embernél jobban látszik, hogy működik a dolog, és az emberre mire van szükséged? Az ultiára elsősorban, nem nagy range-en, viszonylag kis range-en, 100%-os range-en, ugye, legalábbis én azzal próbáltam, kell egy úgynevezett Firequake Augment mod, ami elfekteti az enemit, tehát az a lényeg, és ugyanúgy a Prisma Obex-el rámész. Mivel, hogy az ember tüzet használ, a kettes képessége buffol, a Prisma Obex pedig robban, nem tudom, hogy összeadódnak-e a dolgok, de az ember esetében ez egy sokkal működőképesebb dolog, míg
akár potenciát is látni ebben az egészben. Na szóval, csak lejön türelmet kivárni azt, hogy eljussál level addig, ahol ez már, ennek már így értelme lesz, mert ugye az enemy nem hal bele rögtön az ember ultiába, ugyebár kettő, juttasd el az embert az enemy közelébe, mielőtt még elesne című történet, de nem baj, srácok, megvan, működik, és jó dolog. Hogy őszinte legyek, hogyha még létezne a Naramon Shadow Stepje, hogy a rework előtt a Shadow Step, amitől láthatatlan tudott lenni az ember, ha kritikusat kardozott, akkor ez egy kurva jó móka, és teljes mértékben elképesztően működőképes dolog lehet. Persze van egy ivar a csapatodban, aki láthatatlanná tesz, akkor ugyanott tudná lenni, de hát miért lenne egy ivar a csapatodban, ugyebár, aki csak arra figyel, hogy téged láthatatlanná tegyen. De minden esetre, ha el tudjuk juttatni az ember az enemy közelébe, és az az enemy elesik, akkor ez a dolog már teljesen működőképes lehet. Nos, srácok, ennyi lett volna az haszontalan Uber Damage-ek című videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Discord szerverünk videó leírásában, mindenki használhatja nyugodt szívvel. Kérdésétek vannak itt a videó leírásában, illetve Facebookon megtaláltok. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!